Az egykori pedagógusra, polihisztorra, a hátrányos helyzetű fiatalokat felkaroló Mezei Zoltánra emlékezve szervezett utánpótlás tornát a Nyírteleki Fiatalok Egyesülete. Három korosztályban 18 csapat lépett pályára a város sportcentrumában. A szlovákiai Nagysárosról egy, a romániai Szatmárnémetiből két együttes érkezett, így nemzetközi lett a rendezvény, amely több mint 200 fiatal futballistát mozgatott meg. Sok gyereket szerettünk volna megmozgatni, sok gyereket szerettünk volna összefogni. Először megyei szintű rendezvénynek indult, de aztán jöttek kapcsolatok révén bejelentkezések Romániából, Szlovákiából, és így lett nemzetközi ez a futballtorna. A város polgármestere szerint fontos, hogy a sporttal, azon belül a labdarúgással meg tudják szólítani a fiatalokat, akik számára a nemzetközi megmérettetések további inspirációt jelenthetnek. Ezeket az apróságokat, ezeket a gyerekeket nem csak megyei szinten, hanem nemzetközi szinten is megméretjük. Látjuk azt, hogy kiben van lehetőség, ki mennyit tud fejlődni, illetve a város tekintetében, hogy ne veszítsék el a kedvüket, mert ugye tudjuk, hogy az elején még a gyerekek nagyon-nagyon szeretnek focizni, aztán utána kicsi változás történik az életükbe, lányok, buli, és ilyenkor nagyon nehéz őket megtartani, és azt gondoljuk, hogy így, ilyen tornákkal ezeket a srácokat a helyes úton tudjuk tartani, a foci szeretetet meg tudjuk bennük, a sport szeretetet meg tudjuk bennük tartani, és ez nagyon-nagyon fontos a város életében. Vinnai Győző, országgyűlési képviselő a határon túli csapatok részvételét emelte ki a tornát megnyitó beszédében. Én azt gondolom, hogy a mai világban, amikor három nemzet, tehát jöttek a felvidékről, Szlovákiába, jöttek Partiumból, Erdélyből, Szatmárnémetiből, tehát Romániából, itt vannak a magyar csapatok, három korcsoportban 18 csapatot sikerül a szervezőknek ide Nyírtelekre csábítani, hogy egy kiváló nemzetközi emléktornán szerepeljenek, akkor azt hiszem, hogy egy lépést tettünk előre, hiszen nagyon fontos az utánpótlás, nagyon fontos, hogy fölismerjük a tehetségeket, nagyon fontos, hogy a tehetségek mellett szorgalmasak legyenek ezek a fiatalok, és valójában egy olyan mozgás alakuljon ki bennük, hiszen akkor egészségesek lesznek felnőtt korukban, vagy a versenyszerű sportot is, vagy a versenysportot is műveljék. Én gratulálok a nyírteleki szervezőknek, gratulálok annak, hogy egy ilyen nagyszabású foci emléktornát sikerült itt megszervezni. Az U9-es korosztályban a nyíregyházi Ezüst Csikó KHL nyerte a tornát a szintén nyíregyházi Fekete Gyémántok és az LPS Szatmár előtt. A 13 éveseknél a nyíregyházi Filó Ese lett a győztes, megelőzve a Tiszavasvárit és a szlovákiai Nagysárost. Az U16-os korcsoportban a Napkor, a Tiszavasvári és a Filó Ese végzett az első három helyen.